Az miért világított az a test? Ezek. Nincs ez semmi. Ez az első ilyen csúszásuk. Le a negyedik szintre. De, mindjárt szintet lépünk, nagyon jó. Jó, megnézem, hogy itt a sarekban van-e valami. Ha nincs, akkor mehetünk a negyedik szintre. Szerintem mindent átnéztünk. Az a baj, hogy a térképet nem tudom... Aha, itt még mozog valami. Vagy nem? Most már félre látok. Á, lófaszem mozog itt. Semmi sem mozog itt! Jó, mindenkit kinyírtam. Itt voltak a könyvek. És hogy volt ez a újraindítod a játékot, Ranél? Nem tudom, lehet leírtad, csak pont nem figyeltem. Hogy újraindítod a játékot, és ugyanúgy első szintű kéne menned. Csak ugyanazon a szinten. És így növelve magadat, konkrétan így tudsz így izéni, szintezni. Vagy hogyan van ez? Jó, akkor itt minden megvan, mehetünk. Hát az volt a baj, hogy egy tízessel olcsó volt náluk, mint máshol. Hát igen, az azért nem kevés a kis tízes. Kis tízesecske. Mentünk egyet most, mielőtt ide lemegyünk. Ment is. Le a negyedik szintre. Nagyon jó, nézzük meg, mi van itt lent. Mindjárt vissza, míg megöljük a Butchert. Ne aggódjon senki. Vagyis megpróbáljuk megölni a Butchert. Mennyien jönnek? Segítség, segítség, segítség! Milyen jó, hogy elmentettem ezt, most már meghalunk a faszomban. Az igen. Hűha! Negyedik szint már nem picsázik. Szarok vagyunk, hát de a játék nem dob semmit, bazd meg. Semmit! Azért egyik csonti nem hal meg. Miből vannak ezek? Ah. Nagyon szar ez a nyilma. Le se tudom menni a negyedik szintre így. Megbasztak rögtön. Hajjaj! Hajjaj, fekete vonat! Elvitted a páramat! Az egy szintlépés meg kéne nekem, mert akkor ugye meg tudom tanulni ezt a tűzfalat is. Az most ide is jól lenne lefelé. ...1400 experience-re van szükségem most nekem. Jó, megpróbálunk bemenni oda ajtó, mi lesz ott. Hát de... Öcsém. Jó, itt a negyedik szinten már nem picsáznak. Nem tudtam bezárni ajtót. Hát itt már problémák vannak. Nagyon fososan állunk most. Legalább lenne egy normális ész. 1/4-es íj, érted? Ilyen fos dob ki a játék, akkor hogyan legyek erősebb?
csöcsös Nintendo. Mentettem ugye. Micsoda? Milyen vízen járó tekercs volt ez? Villanás, fázisugrás tekercs. Valamerre arra kéne haladnunk, ahol nem fogunk meghalni egyre. Azt a kurva. Jó, ez gyönyörű. Horror! Geci, az a neve a karakterszak, hogy Horrors. Horrors! Jó, ott nagyon sokan vannak. És ugyanezt dobta ki a láda. Itt mi van? Az nem tudok kimenni, mert bemenni egy ajtón. Idegbe gyűvök már. Kell már csak 500 XP-kel, srácok. És megvan a szintlépés. Alig bírok megölni egy ilyen csövest. Á, itt óriási szinteket lépnek itt a játékba a karakterszek. Ne! Geci! Jó, meghalok megint. Azért benn állok a ajtóba, érted? Soha nem fogod a feljutni. Ezt így nem lehet. Ezt így nem lehet! Pedig valahogy vissza kell mennem oda, mert vissza akarok menni a bacserhez. Még lehet, hogy ezek erősebb, mint a bacser, komolyan mondom. Már itt lent ezek a csontok. Horror hadvezér még hozzá. Gyerünk. Jó, eddig fasza. Fú, de jó. Oké. Na, szóval az. Mágia. 27. Most már tudunk támportált nyitni, és a többit meg rá kell basztunk izére, Dexre. Tűzfalakot megtanuljuk, nagyon szép ez. Tererererire! Mariá, hülye skorpió, ne? Azt mondja, hogy 13 000 lelkeske kell nekünk. Vagy experience. Mi a legjobb taktika a bacsőre, srácok? Meséljetek el nekem. Hagyjál békén!
Milyen ajtó, bassz meg? Milyen ajtó? Meg vagy alkohol nélkül a kerca? Egészségedre. Jó, amennyi XP-t itt össze tudunk szedni, annyit összeszedünk. Nagy nehezvén, de... Meg kell adni esélyt arra, hogy kidobjon egy baszó nyilat nekünk, mert ezek nagyon szar nyilak, amiket kidob. Nem akarok venni nyilat. Kettő per ötös nyíl, bassz meg. Ne kezd te is. Ne legyél szivar. Micsodát? Hallgatlak. Jó, ezen ajtó, hogyha kimegyünk, meghalunk. Azon ajtó, és hogyha bemegyünk, meghalunk. Ha ezen bemegyünk, akkor meghalunk. Ezek nagyon jó előrejelzések itt nekünk most. Próbáljuk meg ezt az ajtót. Én még aztán azt csinálsz, amit akarsz, akarsz itt, de... Ne, vissza. Jó, ez amúgy kurva jó taktik, hogy beállunk a ajtóba. És ugye azért többi nem tud bejönni a többi csicska. Úgyhogy ajtóba kell állni. Lövődözni ezeket a faszapókat. Összetett bot. Hát leszapom magam a botokkal már. Ilyen boccok. Ment is. Ez valami kipörgött. Viszlát, gyere. Ide ajtóba állj be, azaz. Nagyon szép. Ne, halljál meg, légy szíves, köszönöm. Jó, nagyon szétnyilazunk, nagyon lootok vannak most itt, nagyon lootoksz. Horror hadvezérsz. Azaz. Jó, szedjünk itt fel mindent. Van itt egy rongyos ruha. Igen. De baszki, nem látom, hogy mi van itt a földön, érted? Semmi. Aranyszok. I gotta pawn some of this stuff. Nem tudom, a hulláktól becsukni ajtót. I gotta pawn some of this stuff. Kidob nekünk egy ilyen botot. Mi azt a nyámot csinálják ezzel a bottal? Jó, ezeket nagyon el fogjuk adni most. Nem tudom. Valami elmebaszó jó íveszely kell nekünk. 9-es szinten vagyunk már. Jó, próbáljuk ezt a támportálos nyitást itt most. Szia! Úristen, láttátok ezt, hogy kinyitottam ezt a táportát? Van-e itt olyan izé, azt írják, hogy 55 plusz dexel már meg lehet próbálni harcolgatni a Butcherrel. 55 plusz dexel? Jó, hogy akkor már el fogom találni. Értem. Jó, itt most még egy olyan kérdésem van, hogy manát föltölteni lehet valakiné? Úgy, mint a életet a izé papinál? Papesznál? Stay for a moment. Tudjuk beszélgetni akar. Várj egy percet, elmesélek egy történetet. Na meséld a történetet, fiam. It was supposedly carrying a piece of the heavens that had fallen to earth. The caravan was ambushed by cloaked riders just north of here along the roadway.
I searched the wreckage for this a mennyország egy darabját. It was nowhere to be found. If you should find it, I believe that I can fashion something useful from it. Valami leesett a kamionról, azt mondta, és menjünk, szedjük össze. What can I do for you? What can I do? Where are you? Egy egész forintért el tudom adni ezt. Hű, az a harci kalapás nagyon sokat ér. Úgy könnyű megölni, hogyha eltaláljuk? Hát igen. Hello, my friend. Úgy kéne. Stay a while and listen. Hello, my friend. Hello. 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 Mennyit ér ez a harci kalapás? Nézzük meg. Wow, what can I do for you? 825! Úristen, ez egy nagyon jó kalapács. Lehet, hogy ezzel fog nekem menni a bacsernek, szájon vágom ezzel amúgy. Köpönyek, kerekpajs, hosszúkat, kisbalta, nagybalta, buzogány, harci kalapás, hosszúi. Igen. Kard a nagyszerű. Gyűrű jaguár áldotta. Életpontok plusz 16. 4100 ér egy gyűrű, hát ez fantasztikus. Igen. Majd veszek fel kölcsönt rá valószínűleg. A denevéri balta. 3% manát lop. Aha. Íj, a holdfényes, plusz 6 minden tulajdonsághoz. Hát ez se valami nagyon jó íj. Jó, ezt itt hagyjuk az izébe, ládánkba. Ládába hagyjuk ezt. El kéne menni megkeresni ezt a szart, amit mondott. What ails you, my friend? Jó, hol mondta, hogy északi úton? Geci, nincs itt térkép, mindig elfelejtem. Vagy be lehet kájtolni valahova, ahol beszorul és aljas módon lenyilazni. Aljas! Azt mondja, aljas módon lenyilazni. Nézd meg, milyen szavakat használ ez a Renévsz. Aljas módon. A Bashir az maga egy aljas köcsöksz. Szevasz, fiatal úr, szia! Over here. Jó, van, szopjál el, 50 forintod ér, pöcsfejsz. Nem érdekelsz. Ne pisszegjél nekem, azt hiszed valami nagy izé vagy. Kibaszok vele, bazd meg. Mentsünk, na muti mit van? Over here. Egy látszos buzogány, ami fürge? 9000 forint ér? Szia. Na, mit van most még egyszer, fiatal ember, elmondod nekem, hogy van itt? Igen? Egy látszos buzogány, ami fürge. Oké, ugyanaz. Jó, ezt megtudtuk. Csak semmi, és itt nagyon aljas nyilazgatások lesznek. Kitölti... A D2-be azt hiszem, a Adri töltötte vissza azért a manánkat, nem? És nem vagyok benne biztos, de valaki visszatöltötte azt is. Nem tudom, hogy itt vissza lehet. Meg kell találni itt valami angyali lófaszt, ami lehullott a kocsiról. És végig megyünk itt a térképbe, hogy mi van. Gondolom azt meglássuk a földön, hogy valami biztos világítani. Azt mondta a csáv, hogy éjszakra van, nem? Gondolom a út mentén kéne menni, a útonsz valahol, itt van a nagy Duna, itt folyik a Tisza, de minden szar, igen, itten fal van, itten. Jó,
Jól, megnézek a utat. Kövessük a utat, mert hát, hogyha kocsival mentek, akkor valószínűleg a úton. Utonsz. Jó, ez már nagyon ment van a faluba, biztos nem itt lesz. Úgyhogy kövessük ezt a utat itt éjszakra. Valami angyali követ meg kell találni, és lehet Kovács oldalon, hogy Kovács valami ultra szexi dolgot. Hát ez a templomba vezet. Galadul szabad? Hogy a faszom van-e? Ebben a játékban szabad? Ez a játék Galadul kinyírt téged, úgyhogy nem kérdezz meg, hogy most meg akarsz halni, érted? Nyugodtan. Jó, itt van a portálunk. A portálsz. Induljunk fölfelé, nézzük, hogy mi van. Hogy itt van a temető. Temető. De milyen izéről beszélnek a kavicsróba, az meg nincs. Ez egy tehész. Ez egy tehész, lehet megették. Kicsit semmi, baszki. Itt lakik Adri. És semmi más nincs itt. Hazudott? Tud valaki valamit erről, cuccról? És már semmi más nincsen. Jó, visszamegyek a Kovácshoz, szájba durrantam őt, és megkérdem, hogy hol az a szar. A fura, hogy nem lehet kimenni a faluból amúgy. Ez tiszta fura ez nekem. Eltűnt innen elég szeges? De nem itt van. Can't a fellow drink in peace? A mágikus kő. I used to have a nice ring. It was a really expensive one. Blue and lehet, hogy ellopta ez a csöves. Kék, meg zöld, meg piros, meg ezüst színű. Nem tudom, mi lett vele. Nagyon hiányzik nekem az a gyűrű. Ennyi? Te csöcs. Ennyit tudsz mondani nekem erről, fossó? Jó, most keresünk egy drága köves, srácok. Beszéljünk ezzel a hülyével megint. Well, what can I do for you? I'm still waiting for you. Én mindig várom, hogy elhoz nekem azt a Mennyországból származó sziklát. Biztosan veszem, hogy valami hatalmas erői dolgot tudni. Hát de hol van? Pepin has told you the truth. Én értem, hogy várod, te csöcs, de hol van? Kais, mesters? Staff Griswold speaks of the Heaven Stone that was destined for Griswold a mennyei kőről beszél, amit a keleti enklávének szálltak. További vizsgálatok miatt akarták oda vinni. Ez a kő olyan energiától izzott, ami valahogyan természetfeletti látásra áldott meg az embert, amit igazából nem birtokolhattak volna. Nem tudom, miféle titkot tölt rejtett magában, barátom, de a kő megjelenése hatalmas dolog volt. GPS koordináta esetleg, hogy hol az anyámba keressem, mert végigjártam egész falut, sehol nincs. Akkor nem tesz a barlangba? What ails you, my friend? Szia, Tókész, szia, hello, szia, hello, szia, beszélgetés, kő. I don't know what it is they thought they could see with that rock, but I will say this. If rocks are falling from the sky, you would better be careful. Nem lehet pofán durrantani ezeket a pöcsfejűeket? Ilyen hülyeségeket beszélnek nekem folyamatosan. Én úgy emlékszem, hogy először ez a Kovács köcsög azt mondta nekünk, hogy éjszak felé valahol ment a kocsi, vagy nem. És lehullott a jégből, valaki elvitte, és el akarta, hogy nem tudom, hogy valami ilyen történeteket beszélt ez. De hogy itt nincs semmi, a ragyogókő, az már biztos. Nényivel kell beszélni, az biztos tud mindent. A csapos nénye. Kocsmában biztos elárultad neki mindent. De rejde, baby boy, yes. A csapos nő. De biztos tudod, hol a kő? Igen, jó ideje már, de tényleg megállt itt egy karaván néhány nagyon fontos emberrel. Furcsa hanghordozásra beszéltek, és jól emlékszem, egy igen hosszú útra készültek. Nem értem, hogy mi érted azt, hogy bármit is ráhatsz, amit ők magukkal vittek. Jó, ha logikusan gondolkozunk, akkor az a kocsi biztos nem ment le a templomba, nem?
Szóval megállt itt a kocsi. Most egy igazi vagyok, izé vagyok, Sherlock Holmes. Megállt a kocsi, elindult a úton. A kocsi... Folytatta útját a kocsi az úthoz. Igen, lehet. Hogy a faszomban lehetne. Itt lehet backseat-elni ebben a játékban, srácok. Öntsétek a backseat-et, a anyós ülés nekem, mert kikészülök idegileg. Itt lehet. Pedig most nagyon nagy Sherlock Holmes-ban vagyok. Végigkutatom itt a utat. Túl gondolod, egyszerű lent lesz a katakombákba. De miért? De mi az, hogy túl gondolod, erről beszéltek, hogy megállt egy kocsi és elmentek emberszek innen a kocsival? Hát de hogyan mehettek le a templomba? Kocsiba? Ki írta ezt a szöveget? Valami hülye? Jó, még itt a templom körül nem néztem körbe amúgy. Én még akkor is körbenézek. Jó, nincs is semmi. A manákat nem tudjuk visszatölteni, az nagyon nagy baj. Öcsém, minden manát el kellett basztam erre. Jó, egy kis inventory manak bent. Így. Csak a bejáratig vitték. Hát de a templomba bementek a kocsival. Érted? Az egy templomsz. Vagy a templom után? Na várj, mert ezek most már dupla információ. Egyik azt mondja, hogy a, lehet, hogy a katakombákban van, a másik, hogy a templom utánsz. De oda nem tudok kivenni. Jó, megyünk vissza a negyedik szintre darálni. Darálni, és kell szereznünk egy nyilat, hogy Butcher's széjjel durrancsuk. Butcher's. Ez a nap feladata, hogy Butcher's megöljük. Menj tovább a játékba. Így van. Köszönöm. Először még Adrit meglátogassuk, vártak, mert mindjárt behúgyozok. Hogyha Adri nényét meglátogatom most. Sziasztok tehenek, sziasztok, hello! Adrit meglátogatom, megkérdem a körőt is, hogy mi a helyzet vele. I sense a soul in search of answer. The heaven stone is very powerful. A mennyei kő nagyon erős, és ha csak nem Griswold két volna fel a fal felkutatására, beöldáljuk a dologban. Jó, ezek ilyen negyed információt adnak ezek a csöves kukoricák csak. Veszünk manát. Mana italsz. Pokoltűztekercs, villadás tekercs, faszom tudja milyen tekercs, varázskapu tekercs, bot a bolond. Bot a bolondocska? Adjuk el ezt a lényének. I sense a soul in search of answers. Egy forintért? Hát te hülye vagy? Jó, inkább akkor én ezt ide ledobom. Szia! XP kelvének el. Jó, itt megállunk. Gyorsan elmegyek pössenteni, mindjárt érkezem, srácok, oké? Okay? Egy pillanat. Egy pillanat is érkezem.
Na! Meg vagyok. Hát ennél lassabban én nem is tudnék haladni ebbe a játékba, hogy mi haladunk. Tehát most játszom először, de ez van, ki kell élvezni. Menjünk vissza, és még itt megpróbálok itten lődörögni itt ezen a szinten most. A negyedik szinten vagyunk. Kíváncsiak, hogy Butcher mit adna amúgy. Úristen, ez nagyon sokan jönnek ott. Minél több szintet kapunk most itt, az nagyon jó nekünk. És lehetőségünk van a nyilakra, ugye, hogy valami jó nyilat kapjunk. Valami olyan nyíl kéne nekünk, aminek a találati százalék sebzése nagyon jó. Nem ilyen fos. Fehér fos. Blagy! Annyira nem adja a játék a lootot, meg kell szenvedni érte. És tényleg ezen a szinten már nagyon-nagyon érezhető, hogy itt azért már oda néz. Szia, bassz. Rákattintok a embere és mellélő a csöcs. Érted? Mellélő ember, amikor rákattintok. Banja minden itt neki. Na, nagyon lassan kell itt haladni, ott elhagytunk egy kardocskát. Elakadt ajtó. És elakadnak ajtók, és nem lehet bezárni, érted? Hogyha ott tölöd meg a nagy embereket ajtóba, akkor nem tudod bezárni. Beszarsz. Lepelsz. Segítség. Egyenként lehet jönni, fiatal emberszek. Jó, még egy lepel. Lepelsz. Ott egy láda. Ott egy láda. Jönnek. Életemet leszette ez a csöcs. Jó, azt a nyilas le kell szednem, mert idegesít. Mi volt az? Telekinézis könyv. Micsoda? Olyan kell nekünk, hogy telekinézis, ezt el kell adni. Nagy pénzekért el lehet ezeket adni, baszki. Mentés. Ezerből fogunk pénzt csinálni. Telekinézis könyv szerintem nem kell nekünk. Hű, baszki, mennyi csont ilyen. Futás! Fuss! Jövünk a szokásos ajtó taktikshoz. Jó, állj meg. Gyere. Jó, nagyon jó. Még így is. Lekarmál engem ez a csöcs fasz. Nem veszük föl. Ajaj, jönnek ezek még. Gyere fiam, gyere. Hmm.
hogyha manát föl lehetne tölteni úgyis valakiné, akkor azt lehetne csinálni. Az egy gyűrű! Úristen! Egy azonosítatlansz. Minden lófasz tekercs van nálam, Geszi, de azonosító tekercs az nincs. Van a fasza. Jó, hát egy gyűrünk van, az nagyon fasza fiszi. Már megérte. Gyerünk, 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 gyerünk! Ja, hogy ez egy aranysz! Már mentsük ezt-e? Kíváncsi vagyok most arra, hogy ezt megöljük, de nézzél, összes nyilat mellé lövi, bazd meg. Most arra vagyok kíváncsi, hogy ezt megöljük, és mit fog kidobni, és hogyha megölöm még egyszer, akkor mi fog történni? Hogy ugyanezt a tárgyat fogja kidobni, vagy valami mást? Hogyha egyszer meghal ez a fiatalember, a Basher is így leállhatna amúgy nekünk, a Basherke. Nem értem, miért lövi mellé. Ez örökre ide bagolt, de ez nagyon jó nekünk. Hopp! Egy sapkát dobott. Egy kék sapkát, védelem 2, azonosítatlan. Jó, próbáljuk meg. Sapka. Ugyanaz dobja ez a csücsfazék. Ugyanaz dobja ez a fiatal embert. A kis kötsög. De mindjárt szintet lépünk, nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. A taktissza meddig bejön most. Minden egyes szintlépés, minden egyes új item elősegíti majd azt, hogy a Butchert megöljük. A Butchert. Jó, futás, 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 mert itt olyan rip lesz, mint a kurva élet. Fus, 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 fus. Futi, futi, futi. Csibirubi. Hát te rosszul látom be a ajtóhoz. Smack. Állj meg! Jó, most jó. Horror hadvezér! Ezek geci erősek. És dobott nekünk egy buzogányt. Egy búzogát! Ja, hogy még vannak? Ne 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 faszomat! Hú, ott vannak a szintlépések, nagyon jó! Na, szóval az, hogy állunk most én mi itten most? Azt mondja, hogy... Most ügyességre kell fölpakolnunk ezt nagyon. De változott itt valami amúgy, mert a sebzés az ugyanaz. Nem nagyon láttam itt változást. Nőtt a támadási érték, igen? Az nagyon fasza. Szóval 75% esélyem van arra, hogy eltalálom. Az igen. Möntés. Ajaj. De mennyien vagytok még? Nem baj, gyertek csak fiúk. Oké. Okay. Ugye ez a szarnyilunk, amit eldobtam.
Fú, nagyon jó lenne valami nagyon baszó nyíl nekem most. Nem mondanák rá nemet. Hogy kiszálltam az a denevér? Álljál meg! A csöves denevér kinyír. A vér szopó mindenedet neked? Beszarok ezen a denevérszeken. Most már 20 000 XP-ke. Jó, most szerintem azért már a becsört már azért már ki kéne tudni nyírni, nem? A becsörkét. Not enough mana. Not enough mana. Lehet nem kéne elhasználni összes szarunkat itt. Ez mi ez itt? Pokol, tűztekercs, villanás, varázskapu, fázisló, tux. Infravízió. Az mi az Isten? Ajtóba! És kijött a denevérsz? Nem jó. Hülye denevérsz. Nézd meg ezt a csövest. Nagyon szemtelennek itt a NMX. Jönnek. Megint. Ezek a csöves kukoricák. És amúgy a Butcher-t nem is lehetne nagyon úgy megölni azzal a főszereléssel, amivel akkor oda mész a Butcher-hez? Rögtön a... Hát mert ugye a második szinten van és nagyon erős ez a fiatalember szott. Nagyon erőske. Jó, ezeket itt a ajtóba levágjuk. Vajon most eltalálom őket, vagy nem? Szerintetek? Jó, menjünk közelebb? Kapják ezek, hogy a faszomban ne kapnák. Ja, amúgy most már úgy néz ki, hogy pontosabban lő ez a csöcsfazék, amúgy. Álljál meg! Semmi cucc, érted? Aranyat dob. De olyan, hogy valami normális cuccot ad, amivel felöltözködhetek, vagy valami semmi. Ez mi ez? Rongyos ruha. Ezt nem kell nekünk a rongyos ruha. Amúgy is tele van a inventorszi. Hú, itt a negyedik szinten még nagyon sok helyen nem jártunk. Nagyon lassan haladok, mert ugye nagyon szarok vagyunk már ehhez a szinthez. Most amúgy 3-ból 3 talált. Az jobb, mint a 3-ból 1. Fölvette a szemüveget a fiatalembersz. Úgy látom, hogy fölvette itt a szemüveget a fiatalembersz. És nézd meg itt, mi van lent itt ebben a ajtóban. Ja,
lehet, hogy a Bashar is hamarabb ki fog halni, hogyha eltalálok. Mert ott, amikor még a Bashar-nél jártunk, akkor ott tényleg ott az volt a baj, hogy ott lőttem ötöt, és egy talált be neki. Ez a regeneráló elixir, ez mindent regenerál? Jobbal? Minden? Nagy a fú, de nagy volt ez a regenerálódás, úristen. De még az a jó, hogy lehet menteni. Tönkre fog menni a egyetlen nyilam. Kettő per öt, érted? Kettő per öt, úristen. Nagyon fos. Jó, hazamegyünk. Hazamegyünk és azonosítunk minden szart. Szóval, van nekünk ilyen tekercsünk most. Nem használok manát. Hazalépünk. Szavasz, Káin, szia! Hello, my friend. Hello, my friend. Hello. Gyűrű, abba pillanatba. Törhetetlen. Plusz egy minden tulajdonsághoz. Hát az nem valami nagy vasszis heregombót. De nem baj, nem rossz az. Sapkesz. Mínusz két sebződés az ellenfelektől. Védelem kettő tart. 4 per 15 nincs követelmény. Hello, my friends! De mindjárt szétszedik ez a szar is, ez is, ezt is meg kell javítani. Gyűrű, az ide bejön a gyűrű, egy plusz minden tulajdonsághoz. Nagyon jó, hiányzik egy nyakláncunk és még egy gyűrűcske. És veszünk potionöket, vagy minden szart. Ezt eladjuk a gecibe. És ezeket is eladjuk. Emlékszem, a Pentium 100 gépemen ez kb. 3 percig töltött, mire átjöttem a városba. Az igen, baszki. Én erre nem is gondoltam. Milyen jó lehetett várni, nem elmentél húgyozni, meg minden, szartál egy jót. Közben visszajött és visszajött a faluba. Azt mondja, hogy eladás. Ezzel a pénzzel nem bírunk nevelni egyszerűen. Lepelsz, pálcésapka. Honzsársz. Jó. Jó, főtte csak életét itt a papbácsi, ne? Papabácsi. What ails you, my friend? Gyógyítást kérek, köszönöm. Izét veszünk gyógyitalt. Lehet nagy gyógyitalokat kéne venni. Nem, veszünk kicsit még. A pénz nem, hogy növekedne, ez csak elfolyik. Meg kell javítatnom a cuccaim. Wow, what can I do for you? What can I do and where are you? Csibiribidapapiripip. 139 ér a ragyogóláplát megjavítsuk, és ezt a sapkaszart is. Ó, bazd meg. Hát lassan nem lesz pénzem javítani, nem hogy venni valamit. Jó, menjünk a Adri nényihez, nézzük meg, hogy ő nála mi van. Adri nény, gyere bébi. Azt mondja, hogy... 625 ért tudom csak eladni ezt a könyvet. Na ezek azt hittem nagy pénzekért el lehet adni. Eladom. Regeneráló varázskapu, gyógyítalsz, fázisugrás. Gyógyítal, fázisugrás. Manana infravízió tekercs, 150 ér. Nem tudom mi az, de eladom. Villanás tekercs.
mana italból. Azok a... azok a medencék, azok nem tűntik vissza a banát amúgy? A medencék? Hát ez így nagyon fos. I sense a soul in search of answers. Egyszer volt pénz, hol nem volt. Jó, mehetünk tovább. Pram-pam. Milyen kecses mozgása van azért ennek a fiatal embernek, nem? Na, szépen haladván, úgy ahogy eddig csináltuk. Fejlesztjük a Karimarit. 11.000 XP kell ahhoz, hogy következő szintet ugorjuk. Még van egy óránk a mai napból. Úgyhogy addig nagy... itt van egy azért bunkós. Ez kék. Faszomat, ez fehér. Ez egy szar. Jó, elnézünk balra. Úgyhogy abban a maradék fél órában azt fogjuk csinálni, hogy Basert megpróbáljuk meg ott a medence. Bassz meg. És ez betölti nekem itt a manát, infarktot kapok. Dehogy tölti. Dehogy tölti. Könyves polc, úristen! Segítség! Ajtónálló taktika. Könyves polcok azok nagyon jók. Remélem azok, az a szikla akármi lesz. Ja, hogy itt várjatok, mert itt még vannak barátaink. Fázissugár tekercs. Haha, fázissugár tekercs. Van itt még valami pöcsfejsz? Van itt faszom van. Ne ugrálj nekem, légy szíves most. Micsoda? Micsoda? Mana? Mana pajzs. Mana pajzs. Azonosító tekercs. Nagyon jó azonosító tekercsek. Könyves polcokban mi van? Nézzük meg. A telekinézis már megint genya. Hajjaj! Most jöttem már megint tele inventory mindjárt. Jó, hűnj föl. Hello, 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 de nem érsz. Ja, ez mondjuk ez elég sokat segít abban, hogy eltalál a bennemiket amúgy. És nem lő félre ez a Bungee-s. A Bungee-tó. És egyszer se crashelt ki még a videójáték, srácok. Egyszer se. Azért ez milyen durva, nem? 96-os játékról beszélünk, és hogy fut. Windows 11-en pörög, bazd meg. Pörögsz, érted? Azért vannak olyan 2003-os, meg 2004-es játékok, amiket nem tudok elindítani Windows 11-en. Csak így szeretném halkan megsúgni ezt. Élettekercső nincs. Fázissugár, varázskafú, minden faszom. Élet nincs, persze, hogy nincs. Akkor azt mondod, kettő streambe kitolod? Hát, hát eddig azt hittem. Eddig azt hittem, Dexter, hogy ki fogom tolni kettő streambe. De ahogy haladok ebbe a játékba,
most jelenleg úgy néz ki, hogy nem nagyon. Ha jól tudom, akkor 15 szint van, yes. 15 szint van, és még csak a negyedik szintbe szarakodok. Úristen, mi ez a könyv? All praises to Diablo, Lord of Terror. Dicsőség a Diablónak, a rettegés urának, a sötét szárműzet és a kurva anyát. Jó, elnézést, mindjárt olvassuk tovább, pillanat, csak itt most a denevérszek közbeszóltak. Micsoda? Háromszor kell a Diablót kinyírni? Hogy egy háromszor? Ez egy háromszor. Tere, ahogyan a többi Diablóban. Ja, de úgy érted, hogy izé? Hogy meghal a Diabló, és aztán föléled újra, és újra megölöd? Vagy hogyan? De nem kell végigvinned még egyszer a 15 szintet. Vagy igen? Biztos nem. Na, olvassuk el ezt a szart. All praises to Diablo, Lord of Dicsőség Diablónak, a rettegés urának, a sötét száműzetés túlélőjének. Mikor felébredt hosszú álmából, az én uram és mesterem olyan titkokról mesélt nekem, melyen kevés haladó a tudója. Elmondta, hogy a mennyek királyságai és a lángoló pokol erői örök harcban állnak egymással, hogy ő szabadította fel azokat az erőket, melyek az emberek világába hozták a viszályt. Az én uram nevezte el a világért és minden benne élő teremtményért folytatott harcot a bűn háborújának. Hát ez a El Diablo nagyon nagy fasz. Megölöd és újra kezdődik a játék nehezebb ellenfelekkel. Aha! Jó, egyszer fogjuk megölni a Diablo srácok, egyszer. Pixel egyszer. Majd lehet, hogy egyszer magam ezt kiviszem akkor háromszor, de egyszer nekünk elég lesz, hogy eljutunk a 15-ös szintre és kinyírom a Diablest. A Diablones. Jó, csináljunk egy mentést. Te mentés pöregsz. Azt hittem sokkal gyorsabban fogok haladni, de... nagyon nem. Pedig azért már van egy pár órá mehetek be a fajta játékokba, de ez egy teljesen más kategória. Meghalt a fiú. Jó, de haladunk szépen itt a negyedik szinten is. Jó, ez a szint után már muszáj nekünk elvenni a Diablesra. Mert úgy tudom, hogy a ötödik szint az már nagyon pokolsz. És oda kéne egy nagyon baszó nyíl már nekünk, hogy ott tudjuk valamit művelni. Mikortól van ilyen nevesített ellenfél amúgy, srácok, még egy? Melyik szinten van valamilyen nevesített szar, mint a Becsör? Meghalok, hogy hozzám érsz. Jó, az itt kis járatka. Járatocska. Lassan. A hülye csonti mindenedet! Nézd meg, hova levitte életemet ez a fasz. Jó, most muszáj ilyet varázsolnunk magunkra most. I gotta pawn some of this stuff. Tűzfalbot. Ti hány óra alatt vittétek ki a haverotokkal a játékot? Dexters. T
Töltés, mágia, haszon. 18? Úristen! De háromszor megöltétek a Diablót? Úgy 18? És elsőre az kb. Hány óra? Az ilyen 8 óra, nem? Legalábbis én úgy terveztem. 8-10 óra. De most játszunk 3 óra, 43 perc, és a negyedik szintben vagyok. De hogyha minden szint 1 óra, akkor az 15 óra. Konkrétan nekem? Úgyhogy ez nagyon jó lesz. Hopp, az fölrobbant az a csicskasz. Csicskasz, viszkasz. Hű, mennyi hordó van itt. Hordóban a mosógép is tovább él. De érted, ez a játék csak szopat engem. Semmi izé nincsen. Hogy megszeressem, vagy imádjon, vagy valami. Nem akar adni nekem egy jó cuccot se. Csak szopat vagyok. Semmi olyan, hogy itt van neked egy kis jutalom, te csöcs, vagy valami, hogy imádjál engem és szeressél, vagy valami. Semmi ilyen. Semmi kis jutipalat. Semmi Scooby-snack. Csak a szopás. Jó, ezt nagyon kimaxoltuk, ezt a helyet itt. Fú, remélem a Butcher az annyi XP-t meg izét ad. Az a baj, hogy tudja, hogy abban reménykedek, hogy nagyon jó cuccokat fog adni a Butcher, és nem fog adni semmit konkrétan. Odaadja a fejszéjét. Ajaj, ajaj, az mi a csöcs? Hüber úr! Az mi a csöcs? Lehet nem kezd valami menteni, bassz meg. Ez ilyen nagyon Butcher hasonmás. Oké, ezt megöltük, csak nagyon nehezen. Ajjaj. Hüber úr. Persze a Hüber úraság nem dobott semmit. Csak jelezném. Szeretném mondani, hogy semmit nem dobott a Hüber úr. Hüber. A Hüber úrsz. Hunyorgó. 17 hunyorgót elpusztítottuk már. Úristen, segítség! Segítség! Hát ez baj. Geci, nagyon szétbasztak. Be kell állni ajtóba. És sehol nincs egy ajtó az égvilágon. Menj. De lőjé már, ne hagyd abba! Oké, meghalt. És arany, érted? Arany. De nem ám izét, a 1000 arany még ilyen csöcsöket ad. Fost! 4000 aranyom van össze-vissza. Köszi, slac, köszi. Köszi, slac, köszi. Ez nagyon nehéz szó, ez így. Nagyon sok S betű van benne. Hát nem kéne ennyi manát meg ilyen fost elhasználni ilyen hülyeségekre amúgy, de most muszáj, ez van.
50 arany, így ilyen fos. Száz experience kell nekem már csak, és nagyon szint lépésekben vagyok. Aranysz. Itt valami ruhát is eldobtak, hogy minden valami szartam úgy itt valahol. Ja, itt te. Igen, ez mi ez? Rongyos. A hülye rongyos ruháival már. Nézzük meg ezt a rongyos ruhát. Fos. Ez egy fosztos ruha, köszönöm. Köszönöm játék, hogy ilyen szarokat dobsz, köszönöm. Nagyon kedves tőled. Halljál már meg! Köszönöm. Mentéssel a mosógép is tovább él. Hopp, ott egy életerő. Egy gyógyítasz, majdnem itt hagytuk. Ezeket is megnyitogatom, ezeket a izéket, és koporsókat, hogy mi ez. Ez fölösleges. Csak izé, húzatot kap benne a múmia. Jó napot kívánok! Szia, hello! Hopp, ott van a szintlépés. Abba a pillanatba. De milyen loot? Milyen loot, baszki? Kinyitod, most üres. A összes. És érted? Ad nekem egy ilyen 1-6-os szart. Ad nekem egy ilyen 1-6-os szart. Most 2-7 sebzés, vagy 3-6 sebzés, szerintetek? 2-7 vagy 3-6? Baszki, ez olyan sebzés, hogy vicc. Vicc. Vicc kategória. Csak úgy hullani fognak az ellenek. Na igen, ettől a nyilvesszejtő biztos. Ettől biztos, baszki. La 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 la. Fügyfürügy karaktersz, fügyfürügy. Még nem tudom ezt hova rakjam, ezt még át kell gondolnom. Tűzfalvarázslatunk, az mit emészt fel amúgy? Engemet. Azért, ott azért van sebzés. Ennél a tűzfalló fasznál. Csak keveset használom, mert 28 manába kerül ez a szar. A felszerelésünk, ez fenomenális. És az AOE, ha jól gondolom. Hogy mondod? Területre sebző. Bárint most micsoda? Ja, izé, igen, a tűz az igen. Így van. De azt valami olyan helyen jó elnyomni persze, ugye, hogyha mondjuk a Butchers-ünk beállna a sarekba, vagy valami, és odaállunk mi elé, és nem tud bejönni, csak hogy ne basszon szét minket, és akkor betűzezzük azt a helyet, és abban nagyon sebződik a pöcsfejsz. Úgyhogy ezek a tervek.
hogy mi ott nagyon be fogjuk tüzezni, csak ezt be kell szorítani valami olyan helyre. Jó, hol nem jártunk még? Hol nem jártunk még? Ugye ez a fele szerintem megvan, úgyhogy még ezt kell itten kikutatni. Na már hallottam, hogy a fülem, hogy elszállt egy nyílvesz. Úristen, úristen, menjen jön! Jézus, úristen! Úristen! Hűha! I gotta pawn some of this stuff. Szopjál a bunkos botoddal? Hol van egy ajtó? Gyorsan be ajtó, gyorsan be ajtó, mert kurva sokan jönnek! Jó, ez rip lesz. Hűben úr! De ez basér hason más. Jó, így szeretném, hogyha meghalna a Butcher is. A Butchers. Jó, még voltak ilyen parasztok valahol. Egy varázs izét veszélyt igazán dob valami villámsebzésekkel, vagy valamivel. Gyerünk, nagyon szép! Öljed meg a pöcsfejszt! Gyerünk, szedd szét! Gyerünk, Bodri! És érted, semmit nem dob. Elhullik, geci, meghal. Semmi adót nem fizet, azért mert meghalt. Szörnyű, szörnyű helyzetek vannak itt. Az a terv, hogy Bachelorre beszorítani sarekba? Már lehet, hogy nem is sarokba, öléled nekem azt, hogy így ajtóba megállnánk. Érted? Így ajtóba megállnánk, így a Bachelor Cells. És akkor addig kibírnám, amíg ütöget. Au. De hova lősz már megint a Banja Béla? Szóval... Így, megállunk így a ajtóba, és ő kint marad, és akkor ő... Mondjuk ő most pont bejött. És akkor csinálok ide egy tűzfalat, és addig, amíg ő ütöget, és én nagyon sok hillet elbaszok arra, hogy főtöltsem a életemet. Addig ő meghal a tűzsebzésbe. Ezek a terveim most. Ezt gondoltam ki. Ezt tudtam kigondolni terkén most. Ki lő? Ki az a csöcs, aki lő? Hol vagy te szemtelensz? Hol vagy te szemtelensz? Legalább a nyilasok dobnának valami baszó nyilat, érted? És ad nekem egy köpönyeget. Ez a köpönyek forgató. Nokedlis tükörtojás, basz meg. És mit csinálják ezzel a fos köpennye? Csak úgy szeretném halkan megsúgni, hogy mit csinálják egy négyes védelmes szar fossal? Egy fehér fossal. Piu piu! Hogy itt még egy ajtó is van. Hát ez fenomenális. Fenomenális dolgok vannak itt. Szépen lassan haladván. Pöröghetsz a farkam. Kalapjád. Az egy takonykompóc. Találd el, légy szíves a takonykompócot. A takonykompócot találd el, az egy arany. Némely varázs típusra ellenáll, nem immunis semmire. Ez most komoly. Találd már ezt a szart. Én ezt nem értem. Hey! You that one that kill all! You get me magic banner! Jó, beszélget! Hé! Te vagy, aki mindent megöl! Elhozod a mágikus cégért! Vagy támadunk. Nem menekülsz megélve. Megölöd a nagy rusnyákat és visszaadsz cégért. Túl sarkon és ajtón találod a rusnyákat. A cégért és mehetsz. Jaj, Istenem.
Jó, nem lehet megölni. Be van mindenezve. Melyik bot? Ez a bot? Állítólag igen. Állítólag tűzfalat, de nem értem, hogy tűzfalat. Úgy lőtt... Ja, hogy az a ta... Micsoda? Azt mondta Sarkonsz. Sarkonsz, megölöm a rusnyákat és visszahozom neki a cégért, azt mondta a fiú. 12-szer lehet vele. Ingyér. Too much baggage. Az ott elégett a gecibe. Aha! Érdekes! Érdekes, érdekes, érdekes! Nagyon felettél, még érdekes. Bosszinál újra tudod tölteni. Érdekes dolgok vannak itt. Villámlás. Nani? I got a pawn, too much baggage. Ez jó az a villámlás könyv, vagy lófasz nem ér? Jó, haza kell mennünk most.